Háló, sziasztok, Cimó! Éppen csapattam, mint a hullámvasúton. Nagyon megy. Nagyon meggondoltam, beugrok ide. Nagyon, nagyon faszom. Nagyon részletes egy ilyen játék. Nézve. Igen, itt megyünk. Kiestem. Így megy a sineket. Na szóval, halad a pozitív irányba, mondjuk azt, mert itt most már szépen termelődik neki ideje, 70, most azt hiszem 100-as kapacitás, nem, 80-as kapacitásra szaladkál, igazából pont jó. Tehát nincs, hát most mondanám, hogy ez a villanygép túl van terhelve, de az messze nincs túl terhelve. És akkor elméletileg itt, innen minél többet viszünk, ide annál több kell majd. Hát most jelenleg csak a szén híja van. Jó, ők járnak szépen. Jó, ezt közben indítsam el. Na, live-on. Volt egy kérdés, hogy miért nem termel a deszka. Hát, hogy most elmondom így, elmagyarázom dióhéjba. Közben ezt itt felújítom. Így ném. Bon, jó. Na, szóval, hogy először meg kell csinálnod itt a fatelep mellett a kis stationt, állomást, és akkor én szeretem körbe rakni tárhelyen, mert majd tudom, kamionok vagy annyi járműved lesz, akkor ugye jó, ha van egy kis buffer, még megjárják, bár még többnyire a kis peron is elég, tehát ha van pénz lóvéra, akkor miért nem? Ugye innen elszállítjuk, most hogy ez közel, távol, tök mindegy, elszállítjuk ugye ide a fűrésztelepre. Ugye itt fölül vannak ezek a kis fülecskék. Ugye itt van a befele nyíl. Ez az, hogy az importja honnan, meg mennyi érkezik. És itt van az export, hogy kifele. Tehát kell neki egy fogyasztó, ugye a Pécs Tools Factory, ugye ez itt van. Most ez így kimondottan elég közel van ebbe a kis háromszög formába. Hoppá, Bré 94. Ez nagyon szép ez a vonat. Tetszik a neve. Szóval... ide. Igazából... ezt én hogy oldottam meg? Ja, itt van. Itt van. Úgy beépítettem. Tehát nekem ez itt van így kapcsolatban. Ugye itt is van. Ennek is van egy kis... ilyen állomása. Ugye ide érkeztetem be a cuccot, mert ez csak egy lerakó depó. Itt nem raktam külön tárhelyeket. Ez csak így depó. Mert ugye egyből itt felhasználásra kerül. Tehát kell neki egy fogyasztó. Már csak hordod be ide a fát, és nincs fogyasztója, akkor nem kezdél a deszkát termelni, csak... Fizet, mert behozod neki a fát. És akkor ott szépen számolja, mondjuk most itt egy darab nincs. De ez ki van már maxolva, és ez nagyon szuper. Jó. Ez a része megvolt, ha nézzük. Mit kell, mit csinál, mennyi van? 609. Hol van ez a... drága vonat. 120-as capacity TC. Mennyi fér még ide? Jó, ma így is kilóg az állomásról. Akkor... csinálunk egy olyat, hogy... megállítjuk a időt. Így. Jaj, nem. Ezt még... így kell, enélkül. Most konfigure. Mert a villanyos kell. Hova ide jön.
Jó, ezek lehetnek simák. Így akkor teszünk nekik botformot is. Már látszik, hogy a kargó platform is változott. Hát ez még majdnem az egyik első állomás, amit leraktunk. Ugye? És akkor így egyel megnyújtottuk. Jó, mi kell? Sinek. Ide. Onnan te ide. Jó. Ide. Te pedig ide. És meg is szint minden hiba üzenet. Szuper. Na így most már be fog férni a vonal. Na szóval, Pécsi kenyér. Hol van a pécsi kenyér vonat? Ennyi, csak hívni kellett. 104-es kapacitás, hát rajta nem sokat tudunk már variálni. Jó, van ez így. És beduplázni meg felesleges. Mert azt mondja, gyerünk át Pécsre. Azt mondja, hogy igen, ugye ide beérkezik a kenyír. Úgy látom, tégla is van nem rendesen. Tudjunk be még egy izét. 5. Igen, az optimalizálás. Az előző részben próbáltam volna mesélni az optimalizálást, hogy hogy szoktam csinálni. Ezek ugye nem jött össze. 75 ember. Lehet, hogy kéne még egy... Vagy, nagyon egyszerű, nem is teszünk bele még egyet, hanem... Bum bum. És akkor ők 60-nal mennek. Még ez pont megáll, de 60-nal mennek. Így, és akkor... Na igen, szóval az optimalizálás. Hát, mondjuk azt nem pont egy beszállításon. A kiszállításnál, hol is... Olaj. Itt. Próbálgattam a teóriámat, hogy úgy járnak pont ezek a kis gépek, hogy mindig tele lesznek. És ugye, ha nincs elég cucc kifele, tehát itt nincs annyi, hogy csak így hopp, föl, markolja és eltűnjön, ugye akkor szépen várni kell. Hát ez úgy sikerült, hogy itt állt így a kocsisor. Itt így. Mert ugye az előző járművek kisebbek voltak. De hogyha úgy akarom, hogy ne várjanak. Na, állj meg! Így. Téged eladlak, és mire ide ér a következő, annak már lesz. Hát nem teli, de lesz. És így optimális. Nem várakoznak az autók, nincs túltermelés. Ez így most... Szerintem ez így lehet 100%-ra így kihasználni. Így ez már föl is harácsolta. Jaj, bocsánat. Az is itt. Felszippantja, és akkor így tökül, mert ide ér a következő. Az már csak felveszi a nagy adagot, és kész. Oké. Na merre nézzünk szét? Ja, hát a hajók azok. Mannek. Van 18. Most vitt el. Telibe járnak még ezek? Szeged acél, 69. Aha. Ez a székesfehérvári deszkaszállítás, ez visszább esett. Így. Te vagy a helyi acél. Alakul. Egy be is indítja, már dúrogni fognak. Fogaskerekek. Már de jó, jönnek a repcsik. Nagyon szuper, nagyon szuper. Aha, jó, köszönöm.
Nem értettem, mit mondott. De ez miért van ez, hogy így bekapják a mikrofont? Most nem mondják, hogy egy ilyen modern repülőgépen nem tudtak venni egy normális mikrofont vagy hangszórót. Ez oké. Okay. Megy kiszállításra, és itt van 10 darab. Apa, neked van, de... 8-as kapacitás. Az tök jó. Haszon. 80 ezer, de haszon. Bim, bum. Hoppá! Hoppá! Új busz. Egy új busz. Hol vannak itt távolsági járatok? Itt biztos, hogy jár egy. Itt is van. Nullán utaznak rajta. Székesfehérvár, Budapest. Távolság. Igazából tök felesleges. Ez az egész vonal. Mert jár a vonat. Így még többen használják majd a vonatot. Na, ez megoldódott. Máshol meg szerintem nincs is távolságunk. Székesfehérvár, itt még vonat jár, vonat, a busz hordja ki ide az embereket. Igen, hat, az igen. Nézzük ezt az újat, 50-nál megy 10 személy. 35-te, 11. Hagyj menjen. Hadd menjen. Milyen gyors. Ők is 50-nel mennek. Szuper. Tehát nagyobb kapacitásunk nem lett, de gyorsabban kijönnek ide az emberek. Pécsre, Pestre mennek. Szuper. Nézzük Pécsen mi a helyzet. Azta! Igen. Itt már kicsit szép. Jó, hát most lehet, hogy ez itt ebben a részben nem sok minden történik. Próbálom kereskélni a finom hangolási dolgokat. Ide szépen jönnek. Ja igen, itt megszűnt már a helyi járatos buszközlekedés. Itt is már ugye villamosok vannak végig. Ezen a részen nagyon durva. Ez nagyon kemény. Helybe úgy elviszi. Ez az állomási? Igen, ez az állomási. Durva, jó kinőtte magát. Hány fős most? Pécs. 815. És emelkedik. Az kemény. Jó. Mi van még? Nem tudom, ezt mutattam el, hogy ezt itt megint átalakítottam. Vagy megcsináltam, most nem jut eszembe. Itt ezen az úton jár valaki. Nem, mert mély járnának. Na mindegy. Na, úgy látom, most már Szegednek is kell a doboz. Ami be is érkezik? Be is érkezik. Meg elméletileg van egy hajó, egy Riss-Rossz kis hajó. Pont ő. Hozza a fogaskereket. Igen. De hát jó van. Ezek is minden szuperek. Ja, ott tudom már, mit akartam. A műanyagos vonat. Ő. Nem. Ez a finomított olajos vonat. Ó, szeretem ezt látni, amikor nagy kék vonalak vannak. Hol van akkor? Itt van. 50-nel megy. Hát csodálkozok, hogy nincs. Hát most nem is tudom. Így. Lecseréljük az egészet. Ez már elmegy mindjárt a hangom. Hát ő azt mondja, hogy... Jó, csináljuk villamosra a pályát. Legegyszerűbb. Később úgyis nagyon sok
villamos gépet fogunk használni, úgyhogy miért ne? Ja, be itt egész állomás. Ja, nem, ez már az volt. Igen, a kavicsos miatt már elektromos. Jó. Szépen elektromossá tette. Hát, de jó, hogy figyeltem, itt ugye már átvált két vágányra. Igye. Most mi van? Ja, az itt kimaradt. Úgyni. És mi van? Mindig elvesztem a fonalatot. Így. Jó, elektronos minden. Ja igen, itt azért vannak már elektromos izék, kicsit kihosszabbítottam, hogy beférjen ide a hosszú távolsági gabonagonat. Na, akkor most már mi a nyagosi vonat? Szépen lecserélek. Mondjuk nem, mint hogyha hiány lenne műanyagból. Itt az a E. Itt a Bré. 1 millió 8. Most van ám egy fönntartási ára. Nem, nem, mondjuk. Ebből, hát. Legyen a jó öreg kokot ide. És itt műanyagot meg dobozokat szállítunk. Most én néztem, mekkora volt a kapacitása. 165. Na, valahol csak hiányzik még az elektromos pálya, de hol? Ja, hogy itt, ugye elnéztem. Oké. De nem. Ez másik. Így, így. Már minden elektronos. Hát a menü. Mi van? Miért mondja azt, hogy itt a bridge pilár? Collusion. Hát most... Ha? Buta. Ez buta. Hát megcsináltam csak, mert jó néz ki. Szóval... Hol hagytam ki? Itt végig az... No electric path. Path. A bűvös sárkány. Tehát végig jó. Mert ez ide jön be. Az oké, a vonat hol van? Aha, itt vagy. De te fordulj meg. Mi van? Szónok Szeged műanyag. Igen, én ezt értem. Hát mindjárt megnézzük, meddig megy az óvó. Összezavarodtam. Meddig megy, mert majd egyszer megáll. Most is megállt, mert autószív van. Szóval, tehát addig tud csak menni, még ugye van nekünk elektromos pályánk, úgyhogy mindjárt ki fog terülni. Hol nincs? Ez éppen 75-tel rotyog lefele. Itt áll meg. Itt megfordul. Itt van valami. Itt a hiba.
hogy innentől van a hiba erre. A bal kettő, végig kéknek kell lenni, akkor elektromos. Ez is már csapatja. Ó! Oh! Ja, nem a csuklók kiemleget. Szóval, melyik az ő? Ha? Itt nincs befejezve. Nincs levillamosítva. Barabim, badabum. Igen, ez nem idáig jön, hanem lesz. Oda. Szeged állomás. Ez Szeged pékség. Az igen, azt beszéltük, hogy ez lehetne rendező. Na, akkor. Te vagy. Te forduljál csak, vigyed szépen azt a műanyagot. Ja, egyre fajn ez a kis hűzés. És majd profitál ez is. Ez igen, azt ő csak szerszám, fogaskereket hord ide. Jó, ez most 120-as kapacitás. 8, meg 3, ez is. Ez is annyi. Szóval akkor belőle is csinálunk egy 120-as kapacitit. És ő. Mi van? Ó, annak nem jó kocsikat vettem. Ah, kicsiket vettem, kifogatjuk. Pum 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 pum. Nagyszerű, megkapják szépen ezt a cuki műanyag szint. Hű. Nincs valami sötét. Nincs valami sötétem. Na, ez már jó. És akkor ők. Be is ért. Állj. Miért 88-as vagy? 11-11. Mi van? Ó. Oh. 165 méter. Mi van? Ja, én a métert néztem kapacitás helyett. Ó! Oh! Bambula. Így. Na most már jó lesz. Néztem én is olyan gyanús valami. És akkor... Fordulj meg! Maxi kapacitással menjél. Ne poénkodjál már. Most, hogy nincs elektromos. Ez full elektromos az egész. Buta vagy. Nem mindegy, mennyi. Jó, ez megcsinálva. Hát igazából rájöttem egy dologra. Hogy... szerintem egyáltalán nem gyorsabb. Kicsit kiszámoltam, hogy ugyanakkor a vonat, ami ugyanannyival megy, hát miért lenne jobb? Van bent? Nincs bent. Hát így most a... tegnapi live-ból nagyon megfogott valami. Orasz live-jából. Jaj, nem ezt akartam. Így. De ketten. Szépen add le. Szépen add le. Ti most átmenetileg eladásra kerültök. Jó, kell a pénz, hogy versek új vonatot. Hehehe. Innen ki tudok jönni?
Igen. Onnan rá tudok állni. Hogy van nekünk? Ó, oh, hát ez pont jó. 90-nel tud menni. Ez a szép új. Azt mondja, hogy követ. Legyen 240-es. Mi van? És excellent behúzza. Pedig még úgy akartam, hogy majd két mozdonyt ráteszek. De hát ez... Ez így röhögve viszi a 200-at. Hát nem hiszem el. Még nem. Mert lehet, hogy majd mindjárt off-kamerába le... elektromosítom a... az egész vasutat. Most mi van? Na, én nem akarok. Így, né. Na most már ki tudsz oda menni. Akkor csináljuk már úgy a környékét is. Elektronyosra. Így. Hát ez kicsit olyan kilóg a sorból. Ne, most próbáljuk meg. Na nézzük. Nézzük ezt a csiút. Most még milyen régi gőzös jár. Gyere ki! Gyere no! Ja, megvárja, még ő elmegy. Meg amaz is elmegy. Nem egy irányú. Gyere ki! Hoho! Hát nem tudom hány kocsi. Mindjárt megmondom. Eee... 48X-es. Ha, itt lányba meg tudnám. Nem lányba, ebbe. Meg tudnám nézni. Hogy itt... 24 kocsi. Hát nem 120. És kíváncsi vagyok, hogy... még oda be kéne, hogy férjem, mert direkt ilyen nagy, hogy azt tudom, ekkora vonat. És úgy megy 80-nal, mint hogyha csak szólóba menne. Hát ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Na, hát, hogy szerintem ő már eficiencicibb lesz. Szóval sokkal hatékonyabb. Na nézzük, mennyi kövünk van? 800, még majdnem, hogy... Hát kettő az nem, de... Na mindjárt kiderül. Most arra leszek még kíváncsi, utána be is fejezem mára. Na, így is hosszabb lett az a rész, és igazából csak beszélt a szám. Hogy megpakolva... azzal is így szalad-e? Itt vagyunk 41, mindjárt vége a háború, vagy... Már most tört ki a háború, most fog mindjárt kitörni a háború, és ezt ahonnan tudod? Tudod az időutazó, hogy... Ó, ez melyik világ? Ó, izé, ha melyik évben járok? Hát nem tök mindegy neked, világháború, hát melyik az? Most az első vagy a második? Igen. Na nézzük. Hát nem... Jó, kicsit lassabban gyorsul. De nem nagyon hagyja meg, hogy... Hello. És már 80-nal megy, ez hihetetlen. És bőven van még. Bemerjem duplázni. Na, játszunk nagyba. Játszunk nagyba. Hát meg más nem. Elkezdem ide hordatni még a követ a másik bányából is. Na jó. Akkor... már ennyi. Igazából tetszik, hogy így elkezdem elektronosítani a gépet. Gépet? A gép állományt. Csöndesek. Erősek. Majd... még 10 év. 10 év azt hiszem. És jön a nohab.
Na, köszönjük, hogy soha nem tartottatok. Nyomjatok egy lájkot, egy feliratkozást, egy kommentet. Nézzetek rá a DC Szeróra is. És itt találkozunk még a következő videókban. Pá!